mellettem, mellettem, Déter Enikő, minek az apropójából vagyunk itt ezen a sajtótájékoztatón? Azért, hogy segítsünk a rászorult betegeken, ezúttal beteg gyermekeken, a Hempál kórházat támogatja ez az egész kezdeményezés, és boldogok vagyunk mi így a divákkal, Ladinek, Judittal és Vésős Nellivel, hogy részt vehetünk ebben a projektben. Végig azon gondolkodtam a sajtótájékoztatón, hogy te előadóként hogyan választod ki azt, hogy mi az a rendezvény, amihez adod a nevet, hiszen gondolom számtalan rendezvény megkeres, vagy számtalan karitatív céllal megkeresnek. Ez valóban így van, hogy hetente több karitatív megkeresés érkezik, e-mailen, telefonon, így úgy amúgy. Amikor gyerekekről van szó, akkor ha időm engedi, akkor igyekszem mindig egy jó ügy, egy jó cél mellé állni. És hát szó szerint mivel tudtok segíteni? Tehát értem, hogy elkészül egy összefogás dal, de ez mitől lesz segítség mondjuk azoknak a beteg embereknek? Nézd, én nem gondolom, hogy feltétlenül csak a dal, hanem hiszek a gondolatgyógyító erejében, tényleg. És talán, hogyha a X előadó felhívja a figyelmet a beteg gyerekekre, akkor lehet, hogy kisebb, de nagyobb mértékben megnyílik az embereknek a szíve, és adott esetben a pénztárcája is a kórházak felé, hiszen aki rendszeresen jár mondjuk kórházakba, akár gyerekosztályokra, és nagyon kevés az a hely, ahol emberhez méltó körülmények között a szó legnemesebb értelmében lennének a betegek, pláne a beteg gyerekek, és az orvosok és a nővérek is. Természetesen nagyon nagy a szórás Budapesten belül is, és nagyon fontos, hogy ezzel tudunk mi segítséget nyújtani. Természetesen az orvos gyógyít, meg a nővér gyógyít, meg a természet, meg a Jóisten, szóval ki miben hisz, de talán a hírességek, az ismert emberek, előadók közül is részt vesznek egy ilyen programban, az talán figyelemfelkeltő. Legalábbis nagyon reméljük, hogy így van. Na és végezetül csak egy kérdés rólad. Március óta nem olvastam blogbejegyzést tőled. Miért nem blogolsz? Hihetetlenül sokat dolgoztam. Rengeteg bemutatóm volt, plusz felújító próbák, úgyhogy összes a nyáron azt hiszem 11 napot tudtam pihenni. Egyébként folyamatosan dolgoztam. Úgyhogy ez az oka. Kitartást köszönjük. Szépen.